kalandorok! Mörli vagyok, és ez itt a D&D 3.0. Igen. Ígértük nektek, hogy lesz a csatornán a 3.5, viszont ezt alapos megfontolás után átgondoltuk, és helyette 3.0-et fogtok kapni. Miért? Több videó alá is érkezett kommentbe, hogy ha már magyarok vagyunk, akkor miért nem magyarul játszunk, miért angol kifejezéseket használunk, megjelenik a D&D 5. kiadása magyarul, akkor most már magyarul fogunk játszani, illetve olyan problémák, hogy nem olyan jó az angol tudása valakinek, és emiatt angol játékot nem tud játszani, hanem magyarokat szeretne, és úgy döntöttünk, hogy akkor mi most a 3.0-val fogunk játszani, azért, mert a 3.0 hivatalosan megjelent magyarul Magyarországon. Nem csak az alapkönyv, hanem kiegészítők is. Nem biztos, hogy minden kiegészítő megjelent magyarul, de a kaszt kiegészítők és a világleírások igen. A 3.5 ezzel szemben magyarul egyáltalán nem jelent meg, az csak és kizárólag angolul elérhető, illetve homemade fordításokban talán valahol felelhető, de határozottan sokkal nehezebb és bonyolultabb beszerezni, mint a 3.0-át. Mi a kettő között a különbség? Játékmechanikailag? Semmi! Hogyha a 3.0-val játszottál, vagy a 3.0-át most megnézed, akkor a 3.5-tel is ugyanennyire fogsz tudni játszani. Mi a különbség mégis? Balanc. Csak és kizárólag. Néhány kaszt képesség, néhány feat lett balancolva. Igen, hogyha most magyarul fogunk játszani, akkor ezeket tanuljam meg magyarul. Szóval néhány kaszt képesség és néhány képesség lett átalakítva, kiegyensúlyozva, hogy sokkal dinamikusabb, sokkal játszhatóbb legyen, illetve belehoztak egy extra skillt, egy extra képességet, képzettséget, jártasságot, ami egy kicsit overpower lett. De a 3.0-ról beszéljünk. Világilag mit kell elképzelni? Tipikus D&D-t. Ha játszottál már a D&D 5.0-val, vagy ha játszottál a Warcraftokkal, ismered a gyűrűkuret, vagy bármit, ami tipikus high fantasy, akkor nagyjából képben vagy, hogy mit kell elképzelni. Egy misztikus középkort kell elképzelni, ahol a technológia az tényleg a középkor szintjén van, de létezik mágia, léteznek mágikus szörnyek, mitikus szörnyek, illetve speciális tárgyak, varázstárgyak. Mi a különbség az 5.0-hoz képest? Időrendben és történetileg előrébb járunk majdnem 400 évet. Nagyjából 400 évet. Ez azt jelenti, hogy a 3.0 idején még Drizdo Urden Drow kalandjai is még a jövő homályába vesznek, úgyhogy ő még annyira nem része. Emiatt a Drow-k azok még mindig teljesen a föld alatt vannak és gyűlölik a fentieket. Itt még a Spell Plague idején, ideje előtt járunk, tehát itt még bizonyos istenségek még élnek, akik az 5.0-ban már meghaltak. Itt még a Kossuth nevezetű tűz elementális istensége is ebben az időszakban még istennek számít, nem pedig csak egy korábbi erős lénynek. De ezeket eltekintve igazából a világ nagyjából ugyanaz, mivel akkoriban, amikor kijött a 3.0, akkor még nem volt ennyire PC minden, nem volt ennyire politikailag korrekt minden, ezért ebben a világban még erőteljesebben van jelen a rasszizmus, a tieflingeket és minden ilyen démoni szerzetet gyűlölnek és félnek az emberek, ezért általában nem is szoktak ilyenekkel játszani, illetve az alapjátékban ők nem is játszható fajok. A 3.0-nak és a 3.5-nek nagyon nagy széles választéka van kiegészítőkből. Megszokhattuk a D&D-ből, hogy 20-as szint a maximum. A 3.0-ban, illetve 3.5-ben hoztak egy kiegészítőt, ahol már fél istenek kiemelkedhetnek a kalandorok, és ők azok, akik 20-as szintől már a 41 szintig is el tudnak lépdesni. És itt már tényleg olyan feladatok és lehetséges megoldások vannak, amik egyébként lehetetlenek. Tehát, ha egy ekkora lyukon át akarsz férni, és a fejed nem fér be, innentől kezdve megoldod. Úgyhogy picit elszaladt a ló a 3. akárhányas verzió házatáján, ezért érdemes alaposan megnézni, hogy melyik verziókkal, melyik kiegészítőkkel szeretnél játszani, főleg, hogy nagyon sok otthoni, extra házszabály verzió is született hozzá, nagyon sok extra kiegészítővel, extra játszható fajokkal. Mi az, amiben játékmechanikailag hasonlít az 5.0-hoz? Itt is ugyanaz a 6 alaptulajdonságunk van, strength, vagyis erő, dexterity, ügyesség, constitution, egészség, intelligencia, intelligence, most fordítva mondtam, de attól még értsétek, wisdom, a bölcsesség és a karizma, vagyis a karizma. Ugyanúgy működnek a módosítók, tehát 10-11-es értéknél nem jár az adott tulajdonságból származó képességre módosító, 12-13-nál plusz 1, 14-15-nél plusz 2, és így tovább, ez a táblázat benne van a szabálykönyvben, és
este ugyanaz, mint az 5.0-ban. Mi az, amiben más? A 3.0 sokkal pepecselősebb. Az 5.0-át arra hajazták, arra hegyezték ki, hogy legyen gyors és dinamikus a játékmenet, cserébe kivettek belőle nagyon sok finom hangolási lehetőséget. A 3 pont akárhányos szériánál meg pont az volt a lényeg, hogy minél jobban bele tudj menni a karakteredbe, a legapróbb kis cseprő dolgokat is be tud neki állítani, meg tud neki adni, sokkal jobban finom hangolhatóak a karakterek, és emiatt sokkal több mindent kell számolni játék közben. A legnagyobb különbség a két rendszer között szerintem a skill, vagyis a jártasság vagy képzettség rendszer. Az 5.0-ban megtanulhattuk, hogy megkapod a tulajdonságmódosítót, és ha értesz hozzá, akkor a proficiency bónuszt, vagy jártasság bónuszt. A 3 pontos szériákban ilyen jártasság bónusz nem volt. Itt effektíve kaptál tényleges skill pontokat, jártasság pontokat. A skill lista, vagyis a jártasság lista az majdnem kétszer annyi, mint az 5.0-ásnál. Van külön hallgatózásra és külön látás alapú észlelésre, ugye spot és listen checkek vannak. Külön van értékbecslés és nagyon sok egyéb dolog. Mindegyikre járnak az ability, illetve a tulajdonságmódosítók, viszont egyesével elköltögetheted rájuk a skill pontjaidat is. Minden egyes kasznak meg van határozva, hogy ebből a jártasság listából mi az, ami kaszhoz hű jártasság. Ezeket nevezzük class skilleknek, vagy kaszt jártasságoknak, és az összes többi pedig kaszton kívüli jártasság. Hogy mennyi pontot költhetsz el ezekre, szintén ezen múlik, hogy ez most egy kaszhoz megfelelő, vagy kaszton kívüli jártasság. A szinted plusz 3 az a szám, ameddig fel tudod tolni bármelyik jártasságodat, ha ez egy kaszt skill, vagy kaszt jártasság. Ilyenkor egy jártasságpontba kerül az, hogy egy rankot vagy egy szintet rátegyél erre a jártasságra, és így egy-egy szinten maximum 4-esig tudod feltolni. A nem kaszt képességeknél, vagy képzettségeknél ez fele annyi. Hogyha 2-es szintű vagy, és 5-ös szintig tudod már feltolni a kaszt képzettségeket, akkor 2,5-ig fogod tudni feltolni a nem kaszt képzettségeket. Mert hogy vannak benne feles értékek. Ha valami nem a kasztodhoz megfelelő jártasság, akkor egy pontért csak fél pontot kapsz rá. Úgyhogy sokkal jobban ki kell számolgatni, hogy mit, hogyan, mennyit, merre költesz. Sokkal komolyabb behatásod van rá, hogy miben jobb a karakteret. Ezen kívül a rendszernek még volt egy olyan speciális tulajdonsága, amit próbálkoztak vele az 5.0-nál és egy Unearthed Arcana-ban kihoztak egy ilyen Prestige Plus, de az 5.0-ásnak ez egyáltalán nem része a játékmechanikának. A 3 pont akárhányos rendszerekben viszont volt úgynevezett Prestige Class. Ez azt jelentette, hogy ha elérted a 6-os vagy bizonyos esetekben a 7-es szintet, akkor dönthettél úgy, hogy nem abban a kaszban lép szintet, mint amiben egyébként léptél volna, hanem felveszel egy Prestige osztályt. Ezek jellemzően sztorihoz kötöttek voltak, hogy csak akkor veheted fel, hogyha már találkoztál valamilyen szerzetessel konkrétan ebből a rendből, és így lehetett a szerzetesedből egy tetovált szerzetes, aki onnantól olyan májikus tetoválást a testére rakni, hogy már többet nem kell ennie, vagy aludnia. Vártam az ilyeneket. Ettől függetlenül itt ezek a szintek a karaktered főkasztjának a szintjeiből vették el a lehetőségeket, ugyanúgy 20-as szint volt a maximum egy játékos karakternek, hogyha 3 szintet felvettél egy ilyen Prestige klasszon, akkor az azt jelenti, hogy már csak 17-es lehettél a főkasztodon, viszont sokkal speciálisabb képességeket tudtak adni. Ezen kívül a 3.0-ban sokkal megkötöttebbek voltak azok is, hogy a jellemedhez milyen fajok, illetve kasztok tartozhatnak. Bár inkább ez fordítva történt, a fajot meghatározta az, hogy milyen jellem irányába kell tendálnia, és utána tudtál választani kasztokat. Mert egy szerzetes csak lopul vagy törvényes lehetett, és ezekhez szartanod kellett magad a játék során végig. És ilyen megkötések azért voltak, amik nem csak ennyire egyszerűek, hogy bármilyen, de törvényesnek kell lenned. A paladinnál például meg volt határozva, hogy csak törvényes jó lehet lovag. És ezek a megkötések sokszor hát igen, elvették a lehetőséget bizonyos játszató karakterektől, mesélői döntés persze, hogy ezeket megengedett, de ott szépen ezek meg voltak indokolva.
Az alapjátékban csak néhány faj volt elérhető, nagyjából hasonló mennyiségben, mint az 5.0-esnél, de később rengeteg féle faj kijött, és sokkal töményebb mennyiségben, mint amennyi most az 5.0-ához. Ezek között pedig voltak nagyon túltápolt fajok. A Tiefling például annyi bónuszt és annyi speciális képességet kapott, hogy azt mondták a készítők teljesen jogosan, hogy ez a faj, ez kapjon valamilyen komoly nehezítést. Voltak szint nehezített fajok, amiket úgy kell elképzelni, hogy őknek az egy szint lépéshez szükséges XP mennyisége az több. Ezt a legegyszerűbb egyébként én egy táblázattal láttam ezeket példálozni. Úgy képzeld el, hogy nullás szinten kapsz annyi XP-t, ami más fajoknál az első szint, de te nullás szintű vagy, és innen kezded a szintlépést. Amikor eléred azt az XP mennyiséget, ami másnál a második szint lenne, az lesz nálad az első. És így gyakorlatilag nehezebben tudtad elindulni a karakter, minden szintlépésnél 1000 XP-vel többet kellett összegyűjtenie, mint az ugyanilyen szintű más fajoknál. Ezáltal hosszú távon kampányban kijött a különbség. Nagyon erősen tud elindulni, viszont nagyon lassan tud fejlődni. És azok a fajok, amelyeknek pedig kettes szintnehezítése volt, ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy akkor minden szintlépésnél 2000 XP-vel több kellett, mint bárki másnak, és a Tiefling, ha jól emlékszem, pont egy ilyen volt, egy kettes szintnehezítéses faj, viszont az emberek annyira imádták, hogy a készítők meghallgatták, és az 5.0-ra belerakták az alap játszható fajokba is. És emiatt a sok-sok pont költögetés miatt nem csak a karakteralkotás lett ennyire bonyolult, hanem a játék közben a számolás is. Mivel itt nem beszélünk előny-hátrány rendszerről, itt előnyös helyzetekről beszélhetünk, amelyek bónuszokat adnak a dobásodhoz. Egy támadó dobás nem úgy nézett ki, hogy kapok rá annyit, amennyit dobok, plusz ezt a 6-os értéket, amit egyszer ideírtam, és akkor vagy kétszer dobok rá, vagy egyszer, hanem úgy nézett ki, hogy megkapom a dobott értéket, megkapom azt a 6-ost, amit ideírtam, és akkor, hogyha rohamozok, akkor kapok még kettőt, hogyha magasabban vagyok, mint ő, akkor kapok még kettőt, hogyha közrefújjuk, akkor kapok még 4-et, és nagyon sok forrásból tudták extra pontokat, meg extra értéket kapni, amiket mindegyiket össze kellett adogatni minden egyes dobásnál. Így előfordulhatott, hogy 3-as, 4-es szinten valaki már egy ilyen 22-es, 23-as védelmi értéket összeszedett, ami ugye az 5.0-nál még 10-es szint környékén is a 20 az egy tök jónak számít. Nem úgy volt, mint ahogy a mostani verzióban, hogy minden ability-re vagy minden tulajdonságra van egy mentődobás, hanem összesen 3 darab mentőd volt. Volt egy fortitude, amit magyarul szívóságnak hívtak, ez volt az, ami az egészségedből eredeztethető volt. Volt egy willpowered, ami ugye az akaraterő gyakorlatilag, és ez pedig a bölcsességedből volt eredezhethető, illetve volt egy reflex, ami reflex, és ez pedig az ügyesség alapú volt, egyedi módosítókkal. Ebben a régi rendszerben csak azért, hogy még egyszerűbb legyen a számolás, de legalább életszerűbb legyen a játékrendszer, ha valaki nem egy normál méretű faj volt, hanem kisebb, akkor kapott plusz egyet a védelmi értékre, mert őt könnyű nehezebb eltalálni, mert pici. Cserébe viszont a fegyverek kevesebbet sebeztek a kezében, mert lehet, hogy az én kezemben egy rövid kard sebez egy hatoldalú kockányit, de egy kis félszerzet nem tudja felemelni ugyanezt a kardot, neki egy akkora kardra van szüksége, ami az ő méretéhez van igazítva, ami kisebb, aminek kisebb a súlya, meg kisebb a pengéje, ezért nem egy hatoldalú kockával, csak egy négyoldalú kockával fog sebezni, és ugyanez egyébként visszafelé is igaz volt a játékban, ha nem közepes, hanem nagyméretű karakter voltál, ami az alapjátékban nem volt ilyen faj, akkor kevesebb volt a védőértéked, mert könnyű eltalálni, viszont sokkal nagyobbakat sebeztél, ami egyébként tök reális, meg tök jó, de megint csak egy csomó ezt a számolást hoz bele. Abban a rendszerben a feat rendszer, vagyis a képességrendszer szintén máshogy működött. Itt most nagyon ritkán kapsz feateket, és azok nagyon erősek az 5.0-ban. A 3.0-ban gyakran kaptál sok featet, és emiatt pedig kevesebbet értek. Alapvetően az első szinten kapott mindenki egyet, és minden a harmadik szinten kaptál még egyet. A harcos pedig kapott minden második szinten is. Vagyis ő minden hatalozható szinten kívül kapott mindig. Az emberek meg még az elején még egy extra egyet. És emiatt, mivel ilyen könnyű volt szerezni ezeket a képességeket, ezek viszonylag kevesebbet is tudtak. Azt már beszéltük, hogy a skilleknél, képzettségeknél van egy limit, hogy hány pontot költhetsz rá,
és ezek a feat-ek, ezek a képességek, ezek ebben segíthettek. Volt olyan feat, ami csak annyit adott, hogy kapsz plusz kettőt az a lopakodásra, és plusz kettőt a Sleight of Hand-re, a kézügyességre. És ez egy teljes értékű feat volt. Szóval volt olyan feat, amelyik csak abban segített, hogy ezekben a képzettségekben jobb legyél, és ha felvetted a feat-et, akkor kaptál 2 pontot az árnyításra, és 2 pontot a zsebmetszésre, meg néha esetleg 2 a lopakodásra, de jellemzően inkább 2 képzettségre adtak pontot. Úgyhogy... ja. Ezen kívül ezekre a különböző képzettségekre, amikor szépen összeszámolod, hogy hány pontot van, akkor egy ilyen 4 vagy 5 oszlopból álló táblázatot kapsz, mert hogy ugye kapsz a tulajdonságból, tettél rá pontokat, kaphatsz valamilyen feat-ekből, és még kaphatsz egyéb szituációkból is. Hú! Ráadásul a képzettségeknek a használatát nem könnyíti meg az sem, hogy van olyan, amit használhatsz tanulatlanul, és van, amit nem használhatsz tanulatlanul. Mit jelent ez? Az ügyességből adódó módosítókat minden esetben felírod a képzettségekhez. Viszont, hogyha egy olyat szeretnél használni, ami oktatás vagy tanulás nélkül nem használható, akkor hogyha te nem költöttél rá legalább 1 pontnyi képzettségpontot, és itt fontos, hogy 1 pontnyi legyen, mert a fél pont az nem elég, 1 pontnyi kell, akkor hiába kapsz rá módosítót feedből, meg tulajdonságból, nem dobhatsz rá. Igen, azok a képzettségek pedig, amelyek használhatóak tanulás nélkül, azok olyanok, hogyha nem tettél rá egyetlen egy skillpontot sem, akkor is a tulajdonság módosítót megkapod, hiszen hallgatózni, meg lopakodni, az is tud, aki nem tanult, de például mágikus tárgyakat használni csak az, aki tanulta. És ezen kívül, ugye ez verziótól függően, ezen kívül még bizony előfordultak olyan jártasságok is, amelyek kaszhoz voltak kötve, amit nem tudtál rá pontot költeni, nem tanulhattad meg, mert egy egyszerű, sima harcos ugyan miért tanulna mágikus iratoknak a készítését. Illetve ott még volt egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy bizonyos jártasságok használata mínusz módosítókat kapott akkor, hogyha páncél volt rajtad. Ugye a jelenlegi 5-ös rendszerben, ha van rajtad páncél, akkor hátránnyal lopakodsz. Tök jó. Majd bizonyos nehéz páncélban nem tudsz úszni. A 3 pontos verziókban ez úgy nézett ki, hogy mínusz értéket kapsz rájuk akkor, hogyha van rajtad páncél, és az úszás az úgy volt, hogy minden 5 fontnyi súly, ami rajtad van, az mínusz 1-jel módosítja az úszás dobát. És igazából ezzel meg is beszéltünk mindent, amit fontos tudni a 3.0-ról, és igazából ezzel már a 3.5-tel is tudtak játszani, úgyhogy nézzük meg, hogy kik lesznek a játékosaink. Sziasztok! Üdv ismét! Itt vagyunk most már a Vault 51-ben, és nézzük is akkor a karaktereket. Én kerültem be elsőként a kamera elé, mert én vagyok a legbátrabb ugrifüles. Ez én karakterem Kim Jiang, aki borzasztó egyszerűen egy szerzetes, aki szeretne egyensúlyt tartani mind az univerzumban, mind a saját életében. Van egy kísérő társa, akit Shennek, vagy Shembnek, vagy Shembalának hívnak, attól függően, hogy milyen hangulatban van. Ő egy kék cigánya, aki őt kíséri. Ő egy nagyon békés és meglehetősen, hát, ügyes és mozgékony karakter, akiről beszélünk. Jókedélyű, tudálékos és művelt, és ennyiból ő ki. Sziasztok, én Attila vagyok, itt dolgozom a Vault-ba, hál' Istennek bejöttem a srácokhoz játszani. Az én karakterem Úrsz Ezüshát, barbár. Hát igazából nem ő a legélesebb kés csapatban, viszont a legnagyobb kalapács, mindent megpróbál megoldani erőből, és hát egy elég érdekes kis csapatba ugrottunk be, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fogunk haladni. Hát szerepjátékkal, úristen, 12 éves korom óta, igaz, hogy volt egy 15 éves megszakítás, D&D-vel kezdtem, azon kívül játszottam Mágust, Shadowrunt, Forgetteriumst, nem Forgetteriumst, hogy vagyok most ezt a játék, Középföldét. És igazából az egész életem körül forog. A szerepjáték és a különböző kártyajátékok. Hát, mint ahogy a Vault-ból is látszik, hogy azért vagyok itt, mert ez az életem. Sziasztok, én Kabura vagyok, és az én karakteremnek a neve Hajnaltűz Dondia. Hajnaltűz Dondiról igazából annyit kell tudni, hogy a Nyárszigetek egyik sarja, Corellon felkent lovagja, egy napelfről van szó. Ebből kifolyólag annyit kell tudni a napelfekről, hogy nem igazán szívlelik az embereket, félvér fajokat, mint a félelfeket, meg a félorkokat, hát még az orkokat.
Ebből kifolyólag a maga a karakterem is kicsit tartózkodó, kicsit előítéletes lesz a társaival szemben, ugyanis lesz egy helyorkunk is, és lesz egy félszeretetünk is, de igyekszik majd a lehető legtöbbet kihozni a csapatból, és úgy vallja, hogy ennek a csapatnak igazából egyetlen egy feje lehet, már pedig ő. Sziasztok! Én vagyok a Dante. Most veszek részt először ilyen forgatáson, nagyon örülök, hogy felkértek rá. Nagyon izgatott is vagyok. Gáborékat ugye Kogurán keresztül ismertem meg, nekem ő egy gyerekkori jó barátom. Már egy végóta szerepjátszunk, igyekszek én is majd mindent beleadni a mostani forgatásba. A karakteremről annyit, hogy Fürgekő Xirin, egy félszerzet, nagyon játékos, nagyon vidám. Szereti a kihívásokat, szereti a kalandot. Elsősorban arra specializálódott, hogy a gonosz mágusokat, varázslókat tudja minél jobban hatástalanítani. Igyekszik egy jót nevetni, igyekszik egy jót szórakozni. És a játékban is igyekszek ezt majd megmutatni, hogy milyen, amikor egy annyira nem nagy dumás, annyira nem meggondolt, de annál csavarosabb beszél és annál ravaszabb félszerzet, hogyan használja a különböző védőmágiákat. Nos, igen, ők velük fogunk játszani, és maradjatok velünk, mert holnap kezdjük a játékot. Sziasztok! Sokkal komolyabb behatásod van rá, hogy miben jobb a karaktered. Köszönöm a jelzést. Egészségedre. Bocsi.